Azt mondod, Nyegleó, hogy adásban vagyunk, és lánt minket az internet? Az miből látszik? Nálam még egyébként csak a sima kép van, de fél, akkor vágjunk bele. Halad a felvétel, látjuk, hogy most éppen 1992-nél tart a hivatalos közvetítés. Üdvözlünk minden nézőt a Totálkár stúdiójában. Pap Tibor, Gajdán Miklós, mint évautója, zsűritag, és én pedig Zomborát Iván vagyok, én leszek az esnek a konferenciéja, én olvasom be a kérdéseket, és próbálok izgalmas közbevetéseket dobni, amikor nagyon elszakmásodna a beszélgetés. Elvileg most kéne kezdődnie a hivatalos ceremóniának. Miki, azt mondtad, hogy van egy ország, amelyik nem szavazhatott idén. Igen, valóban van egy. Nem így terveztük, tehát az eredeti elképzelés az volt, hogy mind a 23 országból mind a 61 zsűritag szavazni fog idén is, mint eddig mindig. Szombaton azonban elég nagy levelezés indult el. A dolog lényege az, hogy az orosz kollégák idén nem vesznek részt a szavazásban, tehát ők ahogy én tudom, sem a pontszámmal, ez majd kiderül egyébként majd a közvetítésből, de én úgy tudom, hogy ők mintha nem is lennének. Ki nem zárta őket a zsűri, de egyelőre az ismert okokból felfüggesztettük az ő jelenlétüket, ha úgy tetszik. Hány orosz zsűritag van? Kettő. Az elég furcsa egyébként itt az ország per zsűritag elosztás. Ugye Magyarországról két zsűritag van, te meg a Csikós Zsolt, és egy olyan nagy piacot, mint az orosz, pedig szintén csak két ember képvisel. Ez hogy, tehát hogy mi alapján dőlt el, hogy melyik ország hány zsűritagot delegál ebbe a bizottságba? Hát igazság szerint, amennyire én tudom, ez ilyen történelmileg alakult ez a helyzet. Most már egyébként az ideinek a képeit látjuk, tehát az idei döntőbe jutott autókat látom én legalábbis a hivatalos YouTube-os közvetítésen. Hol is tartottam? Az, hogy történelmi hagyománya van annak, hogy történelmi hagyomány vannak. Volt, például Portugáliának is kettő van. Tehát ahogy bővült a zsűri, úgy időnként jöttek ötletek, hogy hogyan kéne bővíteni, és volt olyan pillanat, amikor például a portugálokat bővítették két főre, 2003-ban Magyarországot és Lengyelország bővült, plusz egy-egy fővel, kettő-kettőre, pedig ugye Lengyelország például lakosságszámot tekintve majdnem négyszer akkora, mint Magyarország, és az oroszoknál is később történt ilyen bővítés, eredetileg ott is egy kollega képviselte az országot, De később ők is bővültek, ahogy például döntés született arról a zsűrin belül, ugye a zsűrin belül vannak ilyen bizottságok, és ezek a bizottságok úgy döntöttek, hogy növeljük a zsűrit, hogy nagyobb legyen a súlya, meg hát az országok is változnak, és így például az oroszokat is. Nem is olyan nagyon régen bővítettük két tagra, talán hát mondjuk azért kicsit messzebb volt, mert 10 évnél régebben volt. Van olyan, akitől elvettek zsűritagot olyan ország? Volt. Egyébként még ilyen is történt. Romániából sikerült egy olyan zsűritagot fölvenni, aki végül kicsit a zsűri ellen kezdett dolgozni. Igazából létrehozott egy konkurens hasonló jellegű szavazást, és felszólították, hogy abból szálljon ki. Csak hogy az volt a szociális probléma, hogy utólag visszanézve, hogy az ő tulajdona volt, ő hozta létre és ő hívta életre, úgyhogy abból nem akart annyira kiszállni, így kizárták a zsűriből, és Románia azóta képviseletlen az évautója zsűriben. Van még olyan európai ország, akinek nincs zsűritagja? Hát több is, mint kellene, legalábbis az én magán véleményem szerint. Tehát például a Szlovákiának egy darab zsűritagja sincs. Pedig ugye tudjuk, hogy Szlovákiának elég erőteljes autóipara van. Én úgy tudom, hogy talán egyfőre esően ott gyártják a legtöbb autót, talán még a világon is, mert a lakosság számhoz képest annyi autót gyártanak. De várj, van ott Kia, van ott... Kia, Hyundai, Volkswagen. A Volkswagen csoport van ott teljes. Óriási az a pozsonyi autógyár. Igen, az rettenete. Amennyire én tudom, ők 1 millió autót gyártanak, és vannak 5 millióan, tehát... Minden ötödik csere jut egy, vagy szlovákra, bocsánat, elnézést. Igen, most nagyon szégyellem magam, igen. Ja, szóltak, hogy a mikrofonban beszéljek, megpróbálok oda beszélni, hát, hogy jobban hallatszik. Közben beszél a zsűri elnöke, de hát ez még csak ilyen fölvezető
történet. Egyébként a közvetítés Svájcból, Genfből történik hagyományosan. Van egy együttműködés az ottani kiállítási területről. Ugye tudjuk, hogy korábban ott minden évben volt autókiállítás, és most is annak az előestéjén lenne az évautója díjnak az eredmény hirdetése, de sajnos ugye az ismert okokból nincs kiállítás, megint lemondták a kiállítást, talán jövőre lesz, mi nagyon reméljük, hogy lesz, és akkor ahhoz kapcsolódóan tudjuk, vagy lehet újra az évautója eredményhirdetést megrendezni. És melyik az elnök, a csaj? Nem, az elnök nem lenne rossz, de nem ő az elnök, hanem ez a szemüveges, szürke, öltönyös úriember a zsűri elnöke. Akit hogy hívnak? Akit úgy hívnak, hogy Frank Janssen, és róla ugye azt kell tudni, hogy ő járt Magyarországon, ő volt újságíró gyakornok Magyarországon a 90-es években, a Motor Pressénél konkrétan. Igen, ezt mesélik egyébként, én nem ismertem. Hát nem, mert te később kerültél később a Motor Pressre, akkor még az Automotornál dolgoztál. De ez milyen durva, hogy végül is itt az asztalnál mind a hárman ex-Motor Pressések vagyunk, és ő milyen sokra vitte velünk ellenben? Ki tudja. Hát igen, ez egy jó kérdés, mert ő a Sternnél volt sokáig újságíró, de ott a Sternnél egy kicsit változtak a körülmények, úgyhogy neki sem olyan egyszerű most már. Ő is több helyre dolgozik. A zsűritagoknak a fikázása az fenn van nekem napirendi ponton, meg a zsűriben lévő ellentétek. Viszont menjünk rá arra, hogy mi az a 7 autó, ami éppen egyébként most látszódik a felvételen, amik közül fog kikerülni az év autója. A 7 autó ABC sorrendben, mert most még csak így tudjuk őket sorba rendezni, a Cupra Born, ugye teljesen elektromos autó a Volkswagen ID3-as alapjain, a Ford Mustang Mach-E, ugye amiben az i megint csak azt jelenti, hogy egy elektromos autóról beszélünk, a következő a Hyundai Ioniq 5-ös, szintén elektromos autó, majd érdekes módon pont a testvér modellje következik, de ami azért különbözik tőle eléggé, bár ezekről lehet vitát nyitni, ez egy érdekes kérdéskör, azaz a Kia EV6, a negyedik, az ötödik, ez nem végső sorrend, ez csak az ABC sorrend, a Peugeot 308-as, amit a Renault Megane E-Tech Electric követ, ami szintén elektromos autó, és a sorta Skoda Enyaq EV elektromos szabadidő autója zárja. Még annyit mindjárt megemlítenék, nem lövök levele semmi point, hogy a Peugeot 308-as is olyan autó, aminek van elektromos kivitele. Tehát ha úgy nézzük, akkor mind a 7 autó elektromos, ez annyiban nem igaz, hogy a Peugeot 308-asnak azért van nemhogy benzines és hibrid, hanem még dízel verziója is. Tehát a legszélesebb hajtáslánc palettát a Peugeot tudja fölmutatni. Egyébként mielőtt belevágtunk volna az élőbe, ebbe az acskóba begyűjtöttünk a bent lévő kollégáktól fejenként 500 forintot, és mindenkinek a szavazatát, hogy szerinte ki fogja megnyerni, vagy hát a tipjét, és az a kolléga, aki nyer, ez egy régi totálkáros hagyomány, azért az összes pénz. Úgyhogy itt amellett, hogy van egy élő adás, meg egy autó megkapja ezt az elismerő titulust, a szerkesztőségben valaki akár 3000 forinttal is gazdagabb lesz, hogyha jól tippelt. Én még sosem nyertem ezen a rohadt választáson. Én már vagy kétszer vagy háromszor nyertem. Idén úgy érzem, hogy nem az én kezemet fogja ütni ez a borzasztó összeg, mert meg is rogynék a súlya alatt. Miki, te még nem mondhatod nek, hogy te a zsűriként mire szavaztál, viszont aztán megmondhatod, hogy te itt a saját szerencsejátékrendszerünkben kire szavaztál. Várj, már ott baj van, hogy egyetlen teljesen jogszerű volt-e, hogy én beszálltam ebbe a szavazásba. Hát majd ne gúvjuk, hogyha te nyersz, ne aggódj. Igaz, hogy én azt mondtam, hogy azért szállok be, mert szerint én nem vagyok benne biztos, hogy az az autó fog nyerni, akit én az első helyre tettem. Ez ugye megint a szavazás sajátossága, hogy én a saját választottamat tettem az első helyre, és az összes többi zsűritag, ugye most sajnos kizárva az oroszokat belőle, mindenki a saját jelöltjét tette az első helyre, de hát arra egyáltalán semmi garancia nincs, hogy az fog nyerni, úgyhogy én egy másikat tettem az első helyre. Ha ez izgalmas, bár nem tudom, hogy elmondom, hogy én hogyan gondolkodtam. Nekem az a tippem, hogy ahogy a tapasztalatokból, a beszélgetésekből. Tehát nagyon fontos tudni, hogy mi nem ülünk össze, évautója zsűritagok, és nem egymást egy helyszínen gyötörve és gyilkolva döntjük el, hogy mi lesz az évautója a végén, hanem mindenki otthonról szavaz, e-mailbe, én is tök függetlenül a Csikóstól és mindenkitől, az összes külföldi kollégáktól, de azért beszélgetünk az autókról,
meg hát én olvastam a sajtót, nézegettem, hogy milyenek a visszhangok, és nekem az volt a kialakult véleményem, hogy két autónak áll a zászló, nagyon, ez pedig a ennél jobban nem tudok belebújni a mikrofonba. De bocsánat, az a baj, hogy pont csak... kitakarja a teljes arcodat. Ja, értem. Ja, hát ezt még gyakorolnom kell, úgy látszik. De remélem, hogy azért valamennyire hallatszott, amit mondtam, de azért mondanám, hogy tehát folytatnám ott, hogy az én magánvéleményem az volt, hogy két autónak van nagyon nagy esélye, hogy megnyerje az évautója díjat, illetve nagyon sokan teszik azt majd első helyre, én is az egyiküket az első helyre tettem, ez pedig a Hyundai Ioniq 5-ös és a Kia EV6-os. Csak azt láttam, hogy ez megoszlik a kettő között a véleményt. Aztán lehet, hogy teljesen más fog történni, tehát ez az én saját agymenésem volt. Viszont volt egy harmadik olyan autó, amit én nagyon jó visszhangúnak éreztem így a előzetes beszélgetések, meg az előzetes nyomozások során, és ez a Renault Megane E-Tech Electric, ez a szép hosszú neve van, és nem tartom kizártnak, hogy ő jön be győztesnek, mert a pontszámok megoszlanak. Ez ugye már többször megtörtént az évautója során, hogy voltak favoritok, de a favoritok között megoszlottak a szavazatok, a pontszámok, és a vége az lett, hogy egy harmadik autó jött befutónak. Én most is egy ilyesmire számítok, azt lehet, hogy akkorát mellé fogok, mint egy ház, de hát az majd kiderült. Az nem gond, hogy az Ioniq 5 és a Kia EV6, tehát lényegében ugyanaz az autó. Tehát belülről már nem annyira nagyon érzed másnak az élményt, hogy úgy mondjam. Oké, más a rugózás hangolása, meg a Hyundai egy kényelmesebb történet, de miben különbözik ez attól, mint amikor egy Megane-ból csinálnak, mondjuk ugye abból is volt mindenféle verzió, csak ott ugye ugyanaz volt a neve, tehát akkor nem kétfelé mentek el a szavazatok. Igen, tehát a Megánnál ott karosszéria változatok voltak, ha jól gondolom, meg motorváltozatok. Ez is egy karosszéria változat lényegében, csak máshogy néz ki. Hát igen, ez egy jó felvetés egyébként, pont ez a dolog lényege, hogy itt futottunk is egy kört, sőt, itt több kör volt, azóta is voltak, és vannak viták a zsűrin belül, és pont ez az alapkérdés, hogy mitől egy autó, és mitől kettő. Uh-huh. Tehát ugye olyan és mire probléma, jutottatok? Hát egyelőre én azt látom, hogy egy olyan fajta konszenzus kezd kialakulni, hogy amelyik autót nagyon, vagy nem nagyon, de eléggé másnak látnak a vevők. Tehát a vevők felé, mert ugye végül is az évautója zsűri is valamilyen szinten a vevőknek próbálna segíteni, illetve az ő szempontjukból nézi az autókat, hogy a zsűri tagok legalábbis így ezt szokták a szavazatuknál érvényesíteni. Tehát amit a vevők is különbözőnek látnak, azok különböző autók. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a 308-as az egy Opel Astra. Így van. Holott a technika az szög. Így van, holott a technika ugyanaz, viszont volt olyan autó, most nem tudom, hogy látom-e a listámból, ki tudom-e bogarászni. Volt a Mercedesnek és a Renault-nak egy olyan közös típusa, amelyik... A Kangoo? Nem, a Kangoo. Igen. A Kangoo konkrétan. Ott például tényleg csak annyi történt a két autó között, hogy emblémát cseréltek. De ugye még a műszerfal is ugyanaz volt, és minden benne. Tehát ott például tagadhatatlan, tehát azt nem lehetett két autóként interpretálni, vagy előadni, bocsánat. De ugyanígy például gond volt, és ebből lett az egyik legnagyobb vita az idei választáson, hogy a BMW i4-esét, a vadonatúj elektromos típust, a zsűri bizottság döntésében összevonta a BMW 4-es Grand Coupé-val, mondván, hogy az ugyanaz az autó, csak másik hajtáslánccal. Na most ezt például az angol zsűri tagok borzasztóan ellenezték, szerintük a két autónak semmi köze nincs egymáshoz. Én sajnos az i4-esben nem ültem egyáltalán, úgyhogy nem tudom megmondani. Tehát ezt egy kicsit jobban el kell ebbe merülni, mert például ott teljesen igazad van, hogy ha például megnézi, olyan szinten megnézi az ember a Kia EV6-ot, meg a Hyundai Ioniq 5-öt, hogy például a légbefúvók hol vannak az autón, abból kiderül, hogy... Ugyanaz a menürendszere. Tehát, igen, tehát ugyanaz a menürendszer van benne, ugyanott vannak, tehát ugyanaz a légkondi, nem csak a motor ugyanaz benne, meg az akkumulátor ugyanaz benne, meg a futómű ugyanaz benne, hanem a légkondi egység, meg annak a leosztása, beosztása hajszára ugyanaz a két autóban. Tehát arra csak a műszerfal burkolat, mert ugye ugyanaz a két képernyő van benne, tehát teljesen, itt látszik, hogy tényleg csak a külső héjak mások,
Meg ugye, ahogy tudjuk, a rugózás hangolása eltérő a két autóban. Ami egyébként jelentős. Ez például, hát kérdés, hogy például ebből mit érez egy vásárló? Ez egy érdekes kérdéskör megint csak. Másnak szól. A shortlisten ugye 7 autó van, és te azt mondtad az adás előtt, hogy szerinted sok az a 7 autó, hogy abból kiválasztani az év autóját. Ugye úgy nézett ki, hogy volt egy nagyon hosszú lista, azt lehúztátok 7-re, és te még ezt a 7-et is soknak tartod. Hát ott kezdjük ott, hogy az eredeti lista a legelső, amikor még nem töröltük el ezeket a különböző egyformának titulált autókat, azon 65 darab autó volt. Amikor az ilyen egyforma autók, meg amit nem tudtak a zsűritagok kipróbálni, illetve egyéb akadályok merültek föl, tehát például nem készült el az autó, tehát előjelzésben volt, hogy idén kijön, aztán vagy a csipiány miatt, vagy másokból nem micsoda, jött ki, micsoda volt, átment ilyen jövőre, így 38-ra olvadt le a 65-ös lista. Hát például azt hiszem, hogy volt egy olyan tévedés, hogy az Audi A8-asat, azt új autónak gondolták az előzetes feliratkozásban, miközben egy facelift lett, és a facelift az ugye nem új autó, tehát az A8-ast azt törölni kellett, erre konkrétan emlékeztem. Az, aki most megy a... Az a Vicky Perot. Igen, de melyik pályán megy? A kérdés jó. Fogalmas. Egy dolog. Havason. De ott nagyon szívesen mentem volna. Hát ott Finnországban azért vannak. De az a versenypálya, most ott van rázókő. Na, de az a baj, szerintem ez több helyről van fölvéve, tehát nekem gyanús, hogy ez nem ugyanott voltak az autók, bár volt szervezés, mert például a finn kollega, akit most látunk, a Veli Matti, ő Veli Matti Honkanen a teljes nevén, ő például nagyon alapos teszteket szokott készíteni Finnországban, tehát ő például mindig a villanyautókat is aláveti téli körülményeknek, ami ugye Finnországban nem véletlen, és eléggé hát látszik, hogy ülésfűtést kipróbálja mindent, lepróbál az autókon, hogy működik, mint működik, és a hatótávot is, tehát azt is megnézi, hogy a téli körülmények mennyire befolyásolják például a villanyautóknak a teljesítő képességét. Hát ugye a finnek azok, akik hőfényképet csinálnak az ülésfűtésről, hogy hol fűt, és ott van értelme. Mert egy csomó autóban ugye elspórolják a fűtőszálakat, és mit tudom én, csak derékig fűt. Igen, vagy csak az ülőlapot fűt. Vagy csak az ülőlapot fűt. Vagy csak a derekat egy kicsit, igen. Azt mondtad, hogy vannak viták az év autója a zsűritagban, és vannak ilyen klasszikus törésvonalak, mint mondjuk a déli és az északi országok között. Nyilván északon mondjuk az állófűtés és az ülésfűtés az nagyobb a nyom alatba. Mik ezek a klasszikus hasadások a zsűrit szövetén? Helyre tennék egy apró félreértést, mert itt az észak-déli problémakörbe a közgazdasági északdelet gondoltam én bele igazából. Ugye szokták úgy mondani, hogy legalábbis az egész földre vonatkoztatva, hogy északon vannak a gazdag országok, délen meg a kevésbé gazdagok, tehát itt gondolok Dél-Amerikára, Afrikára, mondjuk Ausztrália nem tartozik bele ebbe a körbe, de körülbelül egy ilyen megosztás, tehát itt a fő vita, bár itt Európán belül is működik, mert ha jól emlékszem, gazdag országok közé tartoznak a németek, ugye a skandináv országok, Anglia, ők ugye mind északon vannak, míg a kvázi szegényebb országok, azok ugye ide beletartoznak a mediterrán országok, tehát például az olaszok, a görögök, meg hát el kell mondani, hogy mi sem tartozunk azok közé, ahol mondjuk a BMW 3-as a népautók közé tartozna, szemben mondjuk Németországgal. Tehát pont ez okozza a viták tárgyát, hogy állandóan visszatérő vitatéma, hogy miért mindig olyan relatíve olcsó autók nyernek, mint például tavaly is ugye a Toyota Yaris lett a nyertes, miért nem nyernek a drága autók, például a BMW-k, Mercedes osztály. Vagy akár a Mercedes osztály. Miközben ugye azért nagyon jó a felvetés, mert ugye az évautója egyik célkitűzése, hogy a technikailag nagyon fejlett, nagyon előremutató autókat részesítse előnybe a szavazásnál, azokat pontozzuk följebb, azok a lehetőség szerint azok nyerjék a díjat, mint ahogy az a múltban történt is, és akkor egy S-osztály például nem tud nyerni, vagy egy jobb BMW nem tud nyerni. És itt volt az, hogy hát igen, csak az a baj, hogy a szegényebb országoknál nagyon fontosak a gazdasági szempontok, tehát például az olaszok is sokkal lelkesebben szavaznak, a görögről nem is beszélve, az ő számukra elérhető autókról, ami egy más árkategória, mint Németországban például. Na jó, de nem arról van szó, hogy tehát a jóságot is kéne nézni, tehát hogy egy autóban nem csak az lehet jó tulajdonság, hogy olcsó és elérhető, meg sok ember meg tudja vásárolni.
De hát egyébként ezt kéne, ez néha érvényesül is, hogy így mondjam, egyébként ha megnézzük az idei szavazást, hát nem olcsó autók vannak itt, pedig lehettek volna. Hát a 308-as szerintem a legolcsóbb autó, így ha belegondolunk, egy kis 1.2-es turbómotor. Így van, az meg is néztem, az 7.200.000 forinttól kapható, de például bekerülhetett volna a döntőbe, ami szerintem egy nagyon jól sikerült autója az évnek, a Skoda Fabia. Uh-huh. Kicsi, kompakt, borzasztó praktikus, de belül elég nagy. Na most el tudom mondani, ha fel tudom idézni. Gondolom fel sem erült. Ez az 54 ötlet megmondom, van benne című autó. Meg tudom mondani. Igen, amiben sok-sok ötlet van. Nekem nagyon tetszett személy szerint, de úgy látszik, annyira elvitte a villanyautó a dolgot, hogy például ebbe, amit mondtam, hogy ugye az az első körös szavazás, hogy mindenki fölír 7 autó nevet, illetve beküld e-mailben 7 autó nevet, hogy melyik az a 7 autó, ami szerinte a döntőre érdemes. Na most ezen belül a Skoda Fabia 11 szavazatot kapott, amivel a 15. helyre, ami a 15. helyre volt elég, miközben ugye az első 7 kerül bele a döntőbe. Tehát a Skoda Fabiát összesen 11 tag írta bele a maga kis hetes listájába. Ez már a szavazás, amit szavazás fut? Jönnek a számok? Jaj, jönnek a számok, akkor cseh köztársaság. Akkor nézzük, jaj, nekem az be sincs hívva, bocsánat. Vagy nem is, hogy... Akkor hívj rá. Mert ezeket akkor... kéne gyorsan, legjobb lenne ezeket print screenelni. Vedd le a hangot, mint légy szíves. Melyik hangot? Vagy akinek hang megy. Az enyém az levar, béve, tök nullán. Tibi. Viszont a Tibinél szól. Nincs internetem, úgyhogy... Itt van. Nézd, behoztam. De én print screenelni kell azért ezzel is. Most azért kell print screenelni, mert bizonyos számok csak pillanatra villannak fel. Már a dánoknál tartunk? És utána nehéz lesz visszakeresni, hogyha nem mentjük le adás közben, hogy a részpontok hogy alakulnak. Tessék? A Megán vezet. Ez gyorsan, igen, majd pillanatnyilag igen. Megán most a Megán vezet? Igen, és az Ioniq 5 a második. Igen, 34-e biztos? Figyelj, én azt tudom mondani, hogy én nagyon a Megánt akartam beírni a saját pénzes fogadásomra, és az utolsó pillanatban én átírtam az Ioniq-re. A Holland, nem a Holland, a finn kollega Honkanen, csak ugye Honkanennek hívják az ő szavazatát. Látjuk, ő neki az első helyezettje a... Enyak. Ő az Enyakra szavazott szerint, az a legjobb. Nézzük a franciákat, Megán. Na, a franciák hatan vannak, úgyhogy ott lehet nézni. Na, erre a hát egy egész csapat van. Csodálkoznék, ha nem a Renault nyerne, azért már bocsánat. 42 Megán Etech Electric, második pedig 31-el a Peugeot 308. Mondhatjuk, hogy kicsit haza beszélnek a franciák, a kommentálhatom. Hát figyelj, igazából... De nagyon jó autó. Én nem vitatkoznék a Megán pontjaival, így van. Mondjuk nem tudjuk, milyen azt használni, de lehet, hogy ők már tudják. És most a Megán nagyon elhúzott. Hát ezzel a francia pontszáma, 8, de hát még 8, jönnek a többiek. Majd oda csapnak a portugálok. Meg az angolok. Azt kérik a nézők, hogy konzisztensebben beszéljünk a mikrofonba, mert felváltva rossz, és figyelj, felváltva már... jó, de inkább rossz. Hát itt vagyok 2 centire tőle. Jaj, köszönjük a jelzést. De szögben rossz irányba beszélsz. Na. Én minden screenshotolok a németeknél. De kérem, hogy szóljanak. A 26 ha. Ioniq és az Enyaq egálban van. És 25 pontot kapott a 308-as, ami a második és legjobb. És a németek pontszám. Után lehet, hogy mi jövünk, így ABC-ileg, mert ugye az országok ABC sorrendben mennek, természetesen angol néven futnak az országok, tehát Németország az Germany-ként szerepel. Na, ott is a listán. Csikó Zsolt és Gajdán Miklós. És nem láttuk. És 11-11 az EV6, és mi van mellette? Az Ioniq. A két első. Én ugye ott a tévén nézem, és most már át is lépett az írekre. Jaj, pedig ezt jól lett volna megörökíteni. Mindent jó megörökíteni. Már az ír kollégánál tartunk. Ott csak egy ír van. Igen, ezért mondom, hogy ír kollégánál tartunk. Igen. Vezetékes net is elment. Aha, nálam is megállt az internet. Hát Olaszország, az olasz szavazatban... EV6. EV6, ők aki a pártján állnak, igen. Igen. De azért ők is adtak 23 pontot a Megánnak, ami ha minden igaz még tartja az első helyét. Szerinted Miki melyik jobb, az EV6 vagy az Ioniq? Nekem az Ioniq tetszett jobban, bevallom őszintén. 127, Ioniq. Nem utolsóban a rugózása miatt, meg úgy az egész, meg egy kicsit tágasabb.
Tehát ez az, hogy egyforma két autó, de mégse teljesen, de igazság szerint én se túl sok ponttal választottam el őket egymástól, mert tényleg nagyon közel esnek egymást. Az igazságtalannak éreztem volna, ha nagyon elpontozom őket. Norvégia 6 ponttal volt az a... Az melyik autó volt ott? Hát sajnos, ez így most megmondom. Nem tudom, nekem is be kéne indítani, bár nekem sincs internetem, elárulom. Itt most úgy megálltak a dolgok. Na nézzük a következőt. Azt mondja, hogy az ezek a... most a hollandok. Igen, 3 holland kollega van. Hoppá! Ők azt hiszem a harmadik autó, akkor ők a Ioniq pártján állnak. És jönnek a norvégok. Jön az egy darab norvég kollega. Elektromos rajongó szerinted? Igen. Ő érdekel az enyakot, neki az enyaka nyerő. Igen. És valakit nagyon lepontozott, a Peugeot, mert ugye abból még van belső égési motoros, ugye Norvégiában a belső égési motornak már leáldozott teljes egészében, tehát ott pedig a 308-asból van elektromos, csak azt nem tudtuk kipróbálni, tehát az még nincs abban a fázisban. Hogy kiszúrt volna magával lehet, hogy a Hyundai, hogyha az Ioniq 5-be raknak egy jó dízel változatot. És most Colt versenyben van a Kia EV6 és a Renault Megane, igen. Azt a betyárját. Nagyon népszerű az EV6. Igen, én mondom, az EV6 nagyon sokaknak tetszett, részint formailag is érdekes módon jobban tetszett, nekem nem, de nagyon sokaknak furcsa. Jobban tetszett, mint az Ioniq, de volt, akinek a szolgáltatás szintje, a kezelési módszerei jobban tetszettek, mint az Ioniqé, mert a lengyeleknél is EV6 10 pont az első. Mert azt tudni kell, hogy például egy nagyon apróságot mondok, az Ioniqba a műszerfalról kell elővenni, illetve az érintőképernyőről kell elővenni az ülésfűtést, a Kia EV6-ban külön gombja van. Meg a Hyundai-ban például a fokozatválasztó, vagy a sebességváltókar, az fönn van a kormányoszlopon, az EV6-ban lent van a két ülés között egy ilyen tekerő gomb van. Tehát vannak azért különbségek, amik befolyásolhatják a döntést. Szóval Maki. Maki, na. Maki. Meg a portugáloknál is a Maki is volt az első mind a két helyen. Na ezek jó, a latin vér, ezt tudom. Meg a Sebastian Amerika rajongó, úgyhogy van egy akkora Harley-a, mint egy ház. Hát meg az van valószínűleg, hogy nekik a tarkójukon ilyen nagyon vastag zsírpárna lehet, mert a Mustang Maki az menet közben való rossz úton a tarkódat üti, mint hogyha direkt bántani akarna. Előzött az EV6 egy ponton. De ő csak jó úton jár. Na várjatok az angolokra, bár szerintem az angolok is az EV6-ra szavaznak. A angolok sportosság miatt. Igen, a sportossága miatt, így van. Tehát valamiért az angolok mindig a sportosságot választják mindennel szemben. Az a... Na, a spanyoloknál nézzük. A spanyolok vannak hatan. EV6. EV6. Sokkal több, és a 28-at kapott viszont a Ford. De a Peugeot is 24-et, tehát ők eléggé szétszavaztak. Hát ezen is látszik, hogy mennyire egyéni a szavazás. Megán az ennyire jó, hogy egy pont lemaradással van. Már nem. Most már nem. Vagy öttel. Na várjunk, ezek a svédek, a nagyon svéd alapító svéd kollégáknál Ioniq. Az Ioniq a nyerő, és ők jól lepontoztak minden mást. Valaki nyomkodja a print screen? Nem tudunk nyomkodni, mert nincs net. Jó. Na, Svájcban is 3 kollega van, például is érdekes, látod az előző kérdést, hogy a Svájcban miért van 3 kollega, nem Ioniq a ország, 5. De mégis 3-an vannak. Ioniq 5, EV6 a sorrend. Igen. Ja. 2 pontot kapott szegény Cupra. Hát, van, ahol 20-at? Volt olyan is valamelyik országban. Hát ez megint az, hogy valaki hogy súlyozza a történetet. Van, aki úgy döntött, hogy a Cupra tulajdonképpen egy Cupra Born, az tulajdonképpen egy ID3-as átmaszkírozva, és volt, aki azt mondta, hogy ez egy külön autó, volt sportos megjelenéssel, nem, Hyundai se. Hát most jól látom, hogy a Cupra áll az utolsó helyen. Jól, igen. Viszont a Kia az elsőn, és a Megane most már csak második. Hát most még kik jönnek? Hol tartunk? Törökországot? Törökország. Most már nagyon a vége van. Ioniq. Azt hiszem, hogy utána már csak az angolok jönnek, mint UK. Hogy a törököknek az United Kingdom, már kin is van írva. Na jó, amennyi Európában van belőlük, arra elég. Na, az angolok kire szavaznak. Na, nézzük Anglia. EV6-os, tessék, mit mondtam? Nem. Megán. A második az EV6. Igen. És a győztes. Most jön a győztes, most fog kiderülni a győztes ebből a sok-sok pontból, hogy ha jól összeadjuk őket, az EV6-os elvitte, aki az első helyet. Tessék. 279 pontot, de kíváncsi lennék a többiek pontszámára is, mert én elég szorosnak láttam a versenyt, nem tudom, hogy láttátok, de a Megánnal, az Ioniq se volt messze, úgyhogy
Ez a három, hát akkor úgy látszik, hogy jól sejtettem, hogy itt a három autó között fog eldőlni a hogy a történet. A szerkesztőségi szavazás. Ez egy fontos, 279, 265. Megán, 265, 261 az Ioniq. Igen, és az a 191 az a Ford. Szerintem. Nem, az nem, az a Skodának kéne lennie. Nem, az nem tudom mi az, nem tudom mi a negyedik. Igen. Nem láttuk, sajnos kicsit messze van tőlünk a monitor, nem láttuk, hogy ki a negyedik. Nálam ott van. Na nézzük, hogy akkor ki mire szavazott a szerkesztőségből. Pap Tibi azt mondta, hogy az Ioniq fog nyerni. 500 forintjába került ez. Francba. De közel járt hozzá. Szent Kuti Ákos kolléga. Enyak. Na. Hát ez kicsit messzebb volt. Elvis, Kristóf. Ioniq. Na. Jó magam, Ioniq. Itt a teljes, mi ez? Ez jótékonysági lesz. Én is buktam, úgy látszik, teljes pontozás. Hogy... Lehet, hogy nem lesz nyertes, elteszük valami jótékony Gajdán célra. Gajdán Miki, Renault Megane. Igen, hát mondtam, hogy... Ennyire értünk hozzá, senki nem találta el. Akkor visszaosztjuk majd a pénzt mindenkinek. Ez ki ez a emberke? Ezt nem tudom, de lehet, hogy a Kiának az emberkéje, mert ugye azt is tudni kell, hogy itt nem csak az öt, tehát mind a hét autó megérkezik Genfbe, tehát ott van a maga testi valójában lemezből és vasból a megfelelő autó, és valamilyen gyári képviselő is jelen van. Jó lenne tudni, hogy ő ki. És megkapja virtuális a kupát? Hát nem is hát ő most lehet, hogy virtuálisan fogja megkapni, de akkor lehet, hogy ő tényleg csak virtuálisan van jelen. Miért pont pedig Genfben vannak? Azért, mert ez a genfi autókiállításhoz kapcsolódna, ez volt egy nem olyan régi újítás az évautója zsűrinek, hogy összedolgozunk egy kicsit a genfi autókiállítással, ugye az egy elég ismert autós esemény, és így betársul hozzá egy ismert díj. Hát ugye az évautója zsűri az 1964 óta, tehát most az 58. díjat adjuk át, ha minden igaz, ami egy elég szép szám szerintem. Úgyhogy ebből mind a ketten, ha úgy tetszik, előnyöket élvezünk. Ugye mi fényezzük egy kicsit a már mint az évautója a Genfi autókiállítást, a Genfi autókiállítás pedig egy jó hátteret ad az évautója. Hát meg ott vannak a górék mindig. És így van, ez egy nagyon praktikus, Tibi, tök igazad van, így van, hogy ugye az autókiállításon ott szokott lenni a gyáraknak a vezérkara, megjelenik, így például nem túl nehéz nekik átadni a díjat, hiszen ott vannak személyesen, csak el kell jönni csak az eseményre. Engem zavar az, hogy az a Komé, aki most ott körbe hordozza a díjat, annak azért van egy erős Müller Cecília vibe-ja. Nem tudom, ez miért zavar téged annyira, hát a Frank ilyen. Hát ha, jó, oké. Jó. De most, hogy így mondod, tényleg, csak fufruba kéne még fejlődni. De van neki szemüvege, nem? Mondjuk az egy nagyon rokonvonás. Te kikre szavaztál? Na, Miki. Én rájuk, az autókra. De azt hittem a Frank Janszerre. Tudom, te a szép focinak drukkoltál, de hogy melyik autók voltak a te listádon, és miért? Hát nekem a három favoritom az Ioniq, az EV6 és a Megane volt. Csak nekem személy szerint az Ioniq tetszett a legjobban. Igazság szerint az döntött a Megane ellenében nálam, hogy megnéztem az árakat, és azt láttam, hogy körülbelül egy árba vannak, csak ugyanazon az áron az Ioniq egy sokkal nagyobb autó, de a Kia EV6 is egy sokkal nagyobb autó, és sokkal felszereltebb. Tehát ilyen különbségeket láttam a majdnem fillérre azonos áron belül, hogy például az Ioniqban, tehát a Hyundaiban és a Kiában, ott például alaptartozék a kétzónás klíma, a két darab 30 centis átlójú érintőképernyő, illetve az egyik érintőképernyő, a másik ugye műszeregységként szolgál, de az is képernyő, meg még egy csomó minden, a kulcs nélküli indítás és beszállás. Meg van csomagtartójuk, meg sokkal nagyobb. Tehát nagyon egy tágasabb autó, akár utasterét, akár csomagterét. Például a Hyundai, az Ioniq 5-nek tologatható a hátsó ülése, tehát még ezzel is tudok játszani a csomagtartó rovására, miközben akkora a lábtér, hogy abból, ha elvesznek 20 centit, még mindig marad elég, tehát tényleg akkora az autó, hatalmas. És egy gyárban van a Megánnal. Így végül én úgy határoztam, ugye 25 pontot kellett elosztanunk a 7 autóból legalább 5 közül, hát én végül mind a 7-nek adtam autót. Tehát az én döntésem végül az volt nagy nehezen, hogy 6 pontot adtam a Hyundai Ioniq 5-ösnek.
és ezzel tettem őt az első helyemre az én pontozásomba, és a második helyen megosztva az én saját listámon volt a második helyen a Kia EV6 és a Renault Megane Electric 5-5 ponttal. Tehát látszik, hogy én is nagyon közel tettem őket, mert közel is éreztem őket egymáshoz. Mondom, az Ioniq ezekkel nyert, amiket elmondtam nálam. Utána már egy nagyobb visszaesés következett, tehát a Peugeot 308-at és a Skoda Enyaqot tettem megint csak kvázi holt versenyben a harmadik, illetve akkor inkább negyedik, ötödik helyre, ha úgy tetszik. Ezeket szintén egyenrangúnak éreztem. A Peugeotnak például azt értékeltem benne, hogy sokféle hajtáslánca van, és egy olcsó autó, és várhatóan az elektromos kivitelnek is épeszű ára lesz, mint ahogy az eddig divat volt a márkánál. És a hatodik, hetedik helyről, én a hatodikra a Cupra Born tettem 2 ponttal, és a hetedik helyre a Ford Mustang Mach-E-t 1 ponttal. Ha ezt összeadtam, ebből 25 pont lett. Nem könnyű a 7 autó között 25 pontot elosztani. Ugye volt is olyan kollega, aki úgy oldotta meg ezt a kérdést, hogy például lenullázott autókat. Mondjuk tudni kell, hogy ezt nem csak úgy az ember pontozgat a levegőben, hanem ez egy indoklást is kell írni. Ez elkészült, és ez mindig elolvasható, illetve érdekes módon a 21-es pont nem olvasható el, a tavalyit pont nem lehet elolvasni az évautója oldalán, ez a caravdeyear.org oldalon van egy lehetőség megnézni az összes régi szavazásokat, és amikortól ez az indoklás kötelezővé vált, a zsűritagok nevére kattintva elolvasható, ez sajnos angol nyelven, de hát a Google fordítóval lehet, őszintén én sem a legbonyolultabb angol nyelvet használom ilyenkor, bár igyekszem fölnőni a feladathoz, de hát az angol kollégáktól még mindig elég messze állok. Google fordítóval le lehet fordítani, hogy ki mit nyilatkozott. Egyébként a többiek sem fogalmaznak túl bonyolult a lévén, egyedül azt hiszem az angol kollégáknak anyanyelve az angol, meg az ír kollégának, ha jól számolom. Engem meglep egyébként a Skoda Enyaq eredménye. Tehát, hogy igazából én nem érzem azt a különbséget az ő irányában, hogy ő annyival hátrébb lenne, mint amennyire nem szavaztak rá. Itt is, ez megint az, hogy legalábbis én ezt érzem, tehát nem tudok mindenki helyet nyilatkozni. Én azt érzem kicsit, hogy én is följebb tettem az Enyaqot, azt hiszem, mint ahol végzett valamilyen szinten, vagy legalábbis a pontszámom. Ugye itt én szeretek sorrendet csinálni az autó között, tehát a pontozásban is, de most például nagyon nehéz volt, mert nagyon úgy éreztem, hogy vannak olyan autók, amik egyszerűen ki az előnyök, hátrányok, ár, stb. Ki egyensúlyozzák egymást, és ez ugye két-két olyan autópár is volt, ahol egyelőbb pontot adtam. De én tartok tőle, hogy voltak olyanok, illetve abban gondolok, hogy megint az került el, hogy az Enyaq, az ugye megint csak a Volkswagen MLB-s padlólemez, együtt az ID4-jel, tehát már ott fölkerül a kérdés, hogy a hosszú listán például rajta volt az ID4, és nem került be a hetes döntőben. Mert nincs hátsó ablakemelő. Például gombja. Gombja. Ezt simán kiszavaznám. Én arra nem. Azt mondanám, hogy ilyen ne is jöjjenek ide. Hát nem is jött, úgyhogy az ID4-be már bele se került. Tehát ennyivel jobb a Skoda. Az ID4 egyáltalán hol végzett a... Tehát amikor az első körös szavazás volt, az ID, hol van a Volkswagen ID4? Gondolom előrébb. Ja, nem. Hol? Helyej. Tényleg hova lett? Eltűnt. Volkswagen ID4 a 24. összesen 3-an tették be az első körbe a hetes listájukba. Tehát a 61 zsűritagból 3-an gondolták úgy, hogy a hetes listájukba belevették, akkor még ugye ABC sorrendben az ID4-es. A Nissan azért... Qashqai az miért esett ki? Hát... Mert még nem létezik? De létezik, ott is volt. Ő majdnem bejutott a 7-be, 19-en írták be a saját listájukra. Nagyon érdekes egyébként azoknak az autóknak a listája, akik nulla pontot kaptak az első körös szűkítésen. Ugye itt látszik, hogy az EVs US, vagy ez nem is tudom, hogy kéne. Az ez egy ötös. U5-ös, az egy ötös. Csak így oldalról nézem. Jó van, na. Akkor az MG EH. S. Bocsánat, csak így ez nem egy olyan jó betekintési szögű monitor. Az Arkana, eszébe se jutott senkinek, a Subaru Outback, a Toyota Highlander és a BMW 2-es szériás aktív túrere méltán elhanyagolva.
Szerintem az nem egy rossz autó, ott voltam a nemzetközi bemutatón, és szerintem hatalmas erőlerépés az előzőhöz képest. Nem ér. Nem lépett elő semmit, vagy lépett? De tök új platform. Ja, Istenem, de belül ugyanolyan, nem? Nem, ez belül már normálisan néz ki. Ráadásul ez a platform, ezt ugye nem erősítették meg, de hogy megnézed a padlólemezt, meg ugye az ábrát, meg a dolgok elhelyezését, az nagyon ugyanaz, mint a BMW iX. Igen. Nagyon ugyanúgy van elrendezve minden, meg ide a rozsdás bökőt, hogy azok nagyon közeli rokonok a padlólemez tekintetében. Meglepne. De hát nem akarok beleszólni. Semmiképpen, minden esetre a Maserati MC20 az kapott 4-et legalább. Tehát, hogy egy ilyen szuper sportkocsi, az simán. Simán, majdnem bejutott a 7-be. Már csak egy ilyen 16 helyet kellett volna lefaragni. Hát valakik tudták vezetni. Ugye egyébként pont hasonló jellegű volt egy óriási vihar a pohárvízben az évautója egyik szavazásán, amikor az i8-as, a BMW i8-as, ha már BMW-nél tartunk, nem került be egyáltalán a szavazásban, mert azt mondták, hogy túl drága autó, meg túl kis szériás, és ezen az angolok rettenetes módon föl voltak háborodva, mert szerintük az egy technikai mérföldkő volt. Az i8. Az i8. Aha. Ő szerint. Hogyan csinálunk mély hangot a háromhengeres motornak? Ez háromhengeres 1500-as, másfél literes. Igaz, nem, 200 hány lóerő? Valami rettentő sok lóerő volt benne. Igen, nagyon erős fajlagosan. Tehát műszaki értelemben tényleg egy nagy teljesítmény, amit ott elértek. Engem ezek bosszantanak egyébként, hogy például a Skodák az életben nem bírnak normális eredményt elérni, holott mondjuk egy Superb, az valószínűleg jobb termék, mint egy Passat, egyszerűen csak azért, mert autóból több, és egyébként meg ugyanazt a technikát alkalmazza. És a másik ilyen szegénységi idézőjelben vett autó, amit nyugodtan az árra hivatkozva szerintem beszavazhattatok volna, Mikuszka, az a Dacia Spring. Ugyanis az a népek számára valamilyen szinten közelebb hozza a városi elektromos közlekedést. Az más láttad volna, hogy milyen klassz... Ja, de láttad is, hogy milyen klasszat hoztak el Tannisba, milyen jó pofa kivitel. Nem nézegettem, mivel már ugye azzal mentünk, és egy csomó más autó volt, amivel nem mentünk. És nyilván mi ráadásul itt, amit behoztak Magyarországra, ez valami kölcsönzői kivitel volt. Így tehát, van, hogy van, valami van, elképesztően purutya. Az egy autó megosztós kivitel volt, ami könnyen takarítható. Az egyik legfőbb szempont a kialakításánál. Pénteki bulik után slaggal ki lehessen csapatni. De az például egy olyan dolog lenne, amin érdemes lenne elgondolni, hogy az ilyen pici, sokak számára elérhető, és a városi közlekedésben szerintem tök jól használható dolgokat. Hát ha nem is ennyire, de hát azért valamilyen szinten azért figyelembe kéne venni. Spoilerezhetek, Tibi? Igen. Jövő héten jön el hozzánk egy Dacia Spring. Igen. Ez nem titok, valóban jön hozzánk egy És Spring. Az is ilyen kölcsönzős lesz, nem, vagy nem, ez lakossági? Nem, ez a megvehető változat lesz. Tehát ugye a kölcsönzős az azért volt, hogy időben meg tudják mutatni a sajtónak, mert akkor éppen valami Covid korlátozások idején voltunk, és inkább akkor behozták ezeket, mert ezek voltak kéznél. Igen, meg óriási rumli volt itthon, mert amikor megjött az autónak a híre, sokan lefoglalták. Ugyanakkor ilyen rémhírek kezdtek az autó körül keringeni, valami szörnyűségek, és az itteni Renault jónak látta, megmutatja az autót, akár egy ilyen kölcsönzői kivitelt is. Hogy... Milyen, mondj egy rémhírt, ami egy Dacia Spring körül tud lenni. Borzalmas törésteszt. Várja, nem is tudom, tehát hogy szerintem egyébként talán azokat a tulajdonságokat mondták, ami úgy tényleg első hallásra furcsa, hogy a teljesítménye nem is tudom, hú, pedig volt nálam az autó 40, a csúcs teljesítménye 45 lóerő, a végsebessége 120 km/h, a hatótávja 200 km. Tehát elkezdtek tőle ijedezni. Igen, hogy vészesen lomha lesz. Igen, hogy vészesen lomha lesz, meg használhatatlan az autó. Aztán kiderült, hogy majd kíváncsiok egy persze a hosszabb távú tesztelésen, mert ez az első verzió, ami bejött, az azt hiszem 4 napig volt nálunk összesen, de az elhozással, visszavitellel együtt, tehát igazából 2 teljes napot töltött a szerkesztőségben. De akkor nem látszott használhatatlannak, tehát egy bizonyos használati körben nagyon jó pofának tűnt. Tehát nekem például ez érdekes
megközelítés, hogy ugye az autókban, a villanyautókban azért, hogy nagy hatótávukjuk legyen, ugye mindenféle hatalmas akkumulátorokat tesznek bele, amit utána nem olyan egyszerű föltölteni. Igen, hát onnantól kezdve föl kell tölteni, ha nagy aksid van. Tehát ebben ugye az a csapda, hogyha keveset mész egy nap, akkor azt a keveset akár az otthoni hálózatról is vissza tudod pótolni, maximum egy ilyen wallboxot kiépítve, ami egy három fázisra alapul, és akkor egy nagyobb áramot föl tud venni az autó belőle. Viszont onnantól kezdve nekem ugye a Chevrolet Voltnak az Opel Ampera E nevű változata. Tehát, hogy a második Ampera, amit még ugye a GM-en keresztül az Opel behozott Európába, és amikor kiderült, hogy azt otthon ilyen 26 óra feltölteni, akkor kezdtek eljönni ezek a hátrányok, hogy hiába van a nagy aksi, hogyha nincsen meg mögötte az a fajta hálózati töltési lehetőséged, amivel vissza tudod pótolni ezt a nagy töltést, amivel sokat tudsz elmenni, mert akkor vagy nem rászorulva a gyors töltőkre, amik drágák. És a Spring pont ebben mutatkozik jónak, hogy lehet, hogy csak 200 kilométert megy el egy töltéssel, de az egész aksia valami 24 kilowattóra, ha jól emlékszem. Tehát az otthoni 230 voltos hálózatról is nulláról 10 óra alatt, tehát egy kicsit bővebb éjszaka alatt föl lehet teljesen tölteni 100%-ra. Ezt ugye minden más nagyobb akkumulátor autóval csak wallbox-szal lehetséges, mert ugye a legtöbb autónak 11 kW-os a töltő teljesítménye váltóáramról, ami nem túl sok. Tehát mondjuk arra elég, hogy egy éjszaka alatt föltöltsön egy autót, de azért látszik, hogy mondjuk egy ilyen 80-90 kWh-s akkumulátorhoz 8-9-10 óra kell, hogy fölnyomja, még a wallbox is. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, szerintem itt a kulcs, például nekem, visszatérve az év autóihoz, például a Renault Megane-ban nekem az egy nagyon nagy pozitívum volt, hogy az például 22 kW-tal is tölthető váltó áramról, ezért például az itt Magyarországon elterjedt 22-es töltőhelyekről, amiből viszonylag sok van, tehát tényleg elterjedt, arról is relatíve gyorsan föl lehet tölteni, ugyan annak is csak 60 kWh-s akkumulátora van, amivel azért vidáman elmegy még télen is 250 kilométert, és nagy biztonsággal, és ezt a 60 kWh-t, ugye 22 kW-os teljesítménnyel, ugye kijön olyan 3 óra alatt, 3-3 és fél óra alatt föl lehet tölteni, azért nem egy embertelen idő. És mi lehet annak az oka, hogy a többi gyártó nem él ezzel a remek lehetőséggel, hogy 22 kW-os váltóáramú töltés legyen elérhető a villanyautóihoz? Én szerintem az, hogy ők ezt a fajta töltést, ami nálunk van, és általános, ezt nem tartják fontosnak. Ez majdnem azt mondom, hogy hungarikum. Hát azért, mert például a Tesla is azt mondja, a Teslákban is 11 van, pedig ugye a Tesla az Isten villanyautó ügybe, de ők is abban gondolkoznak, hogy van egy 11-es wallboxod, egy éjszaka alatt fölnyomod az autót. Tehát akár még a Model S Plaid-et is tele tudod nyomni a 11 kW-tal egy éjszaka alatt, már pedig éjszaka, ha mondjuk a napközben rohangászott az ember, akkor nagy valószínűséggel alszik. Ugyanakkor viszont ott vannak a gyors töltők. Tehát egy csomó országban most már úgy települnek a gyors töltők, hogy követni is nehéz. Tehát például Angliában sorban nyitnak ezek a ilyen hatosával helyezik el a 150 kW-os töltőket, ahol már bankkártyával lehet fizetni, tehát nem kell applikációba belépni. Egymás után, tehát most valamelyik cég 75 millió fontot investál ebbe. A Hollandiában nem probléma a töltés. Tehát ahol a nagy teljesítményű, tehát az, én mondjuk azt mondom, hogy ezeket hívják villámtöltőnek, ami 50 kW-tól kezdődik, és utána jönnek azt minek is hívják, ami még gyorsabb, az van a villám. Gömbvillám. Igen, az a szupervillámtöltő, ami még ennél is többet atomvillanás tud. De ugye látszik, hogy még egy 50 kW-os töltő sem annyira rossz, mondjuk egy ilyen, ami most átlagosnak tekinthető egy ilyen 60-70-80 kWh-s aksihoz, mert ott is két órán belül van a nulláról teljes töltésig. Olyan meg nagyon kevés van egyébként, aki nulla töltéssel bemer futni egy töltőhöz, azért a többség legalább 10%-kal fut be. Én úgy tudom, hogy még a profi villanyautósok is így csinálják, a kezdők meg, amilyen én is vagyok, az 20%-kal. Uh-huh. És ugye onnan fölugrani az más tészta, mint nulláról. Mik a vélemények így a nézők, amiket a kommenteket te látod most a zombi? Figyeltem, jelezték, hogy van boiler eladó a Dacia Spring kapcsán, ez csak egy városi autó, nem több. Ma nincs fotelnepper. Azt mondja a Tibi, hogy lesz fotelnepper.
Van némi trollkodás, de hogy olyan nagyon átütő kérdések nem futottak be. Én viszont kérdezném azt, hogy lassan elkezdjünk-e búcsúzkodni, mert kezdek éhes lenni. Engem egy dolog érdekelne, hogy nem tervez az évautója egy ilyen szegények évautóját. Tehát, hogy... mert én azt értem, hogy... És látszik is, ugye, hogy kim voltunk Tannisban, megnéztük az autókat, nagyon jó a Maki, még jobb a Maki GT, nagyon jó az Ioniq, nagyon jó a Skoda, Enyaq, a Megane is tök jó, tényleg, meg minden, de ugye ezek az úgynevezett elérhető villanyautók, ez olyan mondjuk azt a 15 millió árcédulát gyakorlatilag verik. Igen, vagy duplázzák. Tehát ez olyan, mint hogyha azt mondanám az embereknek, hogy miért nem jártok, mit tudom én, egy ilyen jobb 3-as BMW-vel, és amikor a 3-as BMW, hogy úgy mondjam, napirenden volt ilyen évautója választásban, rohadtul nem lett belőle évautója, holott az egyik legjobb ilyen modell, vagy mondjuk a C-Merci is nagyon jó modell, az A4-es, meg aztán végképp eszébe se jutott senkinek, hogy milyen jó kis autó. Most viszont innen indulunk, és az egy nagyon erős állítás, hogy ezt mindenhol megengedhetik maguknak az emberek. Igen, ez ebben a formában igaz, de hát itt pont ez a, hát erre csak azt tudom mondani, hogy ez is egy tradíció, tehát az év autója ugye 64 óta ezekből az országokból áll, illetve folyamatosan fejlődik, még így is szerintem puhult egy kicsit a történet, pont azáltal, hogy olyan országok is bekerültek a választásba, mint például Magyarország is akár, vagy Lengyelország, vagy Görögország, Portugália benne van ebbe. Egyébként azt kell mondjam, hogy van egy másik ilyen választás, ami lényegében erről szól, ez amit az a bizonyos román kollega hozott létre, aki azóta... De én most ne nézegessünk a kívül a szavazatokon, de erről nincsen szó nálatok, hogy oké, srácok, de azért nem mindenki vesz 15 milliós autót. Ez most az idei választás lett ilyen, hogy látszik, hogy a villanyautók mindent elvittek. Tehát most szerintem pont az az érv érvényesült, amit korábban kifogásoltak sokan, hogy a technika, nem a jövő technikája, vagy az előremutató technika nyer. Hát most szerintem abszolút az nyert, és az vitt a zászlót, de például, ha elég csak a tavalyi döntésre visszamenni, ahol a Toyota Yaris hibridje, illetve tulajdonképpen az egész Toyota Yaris család nyert, igazából a hibrid vitte el a díjat, az nyert el mindenkinek a szívét, de hát például a Yaris szerintem az elérhető áru autók közé tartozik, és ha kicsit korábbakra visszamegyünk, tehát nem kell nagyon... Tehát pont az a 2020-ban például a Yaris előtt ugye a Peugeot 208-as nyert, ami szintén egy elérhető kis autó, mai napig Európa egyik legnépszerűbb. Na most jön a nagy csapda. Tessék, Jaguar I-Pace. Na, tessék. Az megint a technikával győzött. Milyen technikával? Meg az angolóval. Hát, hogy villanyautó. És hol lehet megvenni? Hát ez egy jó kérdés, de ez most van, akkor meg... Na, akkor se lehetett megvenni, igen. Jogos. De azért valamilyen szinten meg lehetett venni, mert a mai napig is létezik valamennyire az autó, de ez tényleg egy érdekes probléma. Akkor egyébként idén is volt vita pont a Megánból. Tudjuk, a Megán nem volt annyira kihirdetve, hogy mennyibe kerül, úgyhogy ezt külön küldték meg nekünk, hogy mennyibe fog kerülni, illetve a Megánnak most már van magyarországi ára, ezért is tudtam, hogy összehasonlítani többit. Pontosan? 14 millió forint, onnan indul. De az a kisaksis, kis teljesítményű változat. Tehát abban csak egy 40 kWh akkumulátor van, és a 130 lóerőnek, tehát 90 kW körüli motor van benne. Bezzeg az Alpine A110 második lesz. Igen, de a 2019-es választás volt az, ami az izgalmait hozta. Ez a döntetlen volt. Igen, ez volt a döntetlen, és ez volt az a választás, ahol amíg az angolok meg nem jelentek a színen, addig a Kia Ceed vezetett. Tudjuk, az angolok az ABC-ben az utolsók, és egészen addig a Kia Ceed vezetett masszívan és erőteljesen, majd leszavaztak az angolok, és kijött egy holtverseny az Alpine és a Jaguar I-Pace között, és a Ceed a harmadik helyre esett vissza, és végül a Jaguar I-Pace azzal nyert, hogy idegenben. Nem, idegenben nyert, hogy több első helyet kapott, több zsűritag tett az első helyre. Jött válasz vagy reakció a szegények évautójára. A szegények évautója 2022, az az évautója 2002.
Jogos, jogos a zsűri, kiajánlhatja. Nézzétek csak meg, 2002-ben milyen jó volt. Egyébként, mi volt 2002-ben? Mit kell nézem, venni? Azt nézem, már ma nézem is, hogy 2002-ben egyébként a Peugeot 307-es volt az évautója. Ó, most volt izén műhelyporeszba 307-es. Tehát volt is olyan sorozata a Total Car-nak írott formában, hogy az évautói, mint használt autók, hogy ezek a döntések hogyan öregedtek a piacon. Hát a 307-esek azok gyorsan öregedtek. Igen, egyébként. Annak nem lett szép pályafutását. Első 308-as az már úgy viszonylag, csak ott meg ugye ott a motorokra vigyáztál hiába. Ott inkább a HD-ik voltak jók. Na nézzük, mit kell venni. Volvo XC40 volt ugye 18-ban. Igen, azért. És ott a Seat Ibiza volt a második. Az bizony, még egy azért mondtam, tehát azért nem... És nézd, mondjuk elég nagy pont különbséggel, tehát majdnem, illetve nem majdnem 80 pont van a... Tehát ott is nagyon erősen az XC40 felé húzott a zsűri, de például 2017-ben ott az automániások és a racionálisan gondolkozók háborúja zajlott. Ugye a Peugeot 308, tehát a racionálisak nyertek 319 ponttal, de ott alig 20 ponttal volt tőle lemaradva az Alfa Romeo Giulia. Ez 3008, Peugeot 3008 helyett korrektúrával élnék, te 308-at mondtál. Aj, bocsánat, 3008, de nem tévedtem olyan rettenetesen nagyot, mert pár évvel korábban, ugye 2014-ben meg a Peugeot 308 és volt az évautója. Az i3-at picsázta. Ami az i3-at előzte be 80 ponttal. Az mondjuk ponttal. Szerintem az egy nem feltétlen volt jó döntés. Hát ez akkor egy érdekes kérdés, igen. De látod, ott például a villanyautó még nem számított akkora átütő erőnek, tehát a 308-as elvitte a díjat. Igen, az egy rosszul öregedő eredmény. Igen, igen. Tehát az igaz, hogy például erre a 308-asra olyan nagyon, amennyire én látom, nem emlékszik a közvélemény. Ugye az i3-ast a villanyautó rajongók azok szeretik, a Tesla modelles az ugye bizonyított minden téren, amelyik a harmadik lett. Úgyhogy hát ez ilyen. De hát itt van például a 2015-ös eredmény, ahol a Passat nyert elég vastagon a Citroen C4 Cactus előtt, és a Passat gyártását most állítják le, mert ugye ez a karosszéria forma ma már nem nagyon működik. Igen. De legalább a C4 kaktuszét is leállították már. De igen. De mondjuk 6 év végül is úgy kifutotta magát, igen, mindkét modell, de és az E-osztály is ugye ott volt valamelyiken a dobogósoknál. Az is, igen, de, az is de látszik, hogy állandó ez a háború, az érdekes autó, meg az izgalmasan vezethető autó, meg a normális autó között. Ugye 2013-ban a Golf nyert, méghozzá nagyon nagyot nyert a Golf, de a második ilyen a Toyota GT86-os kupé volt a választott. Ilyen szempontból az idei eredmény az akkor egy korrekt, hiszen az LV6 az vezetésre nem rossz, vagy hát legalábbis ez egy sportosnak beharangozott villanyautó, ugyanakkor praktikus, nagy, kényelmes, tehát akkor az mind a két mérleget egyformán terheli. Igen, az elérhetőség. Így van, valószínűleg. Igen, az elérhetőségen bukik meg egy picit. Igen, hát de azon majdnem mindegyik, ugye a Peugeot 308-as leszámítva, mert tényleg ezek az autók sajnos mind 14 milliónál kezdődnek, mondom a Peugeot 308-at leszámítva, és onnan csak főfele megy a lázmérő, az ármérő lázmérő. Hát érdekes minden esetre ez a világ. Ó, ZTN kommentelőnk beírta, hogy az összes kupát tekintve még mindig a Fiat vezet. Hű. Ezt fact-checkeljük? Hát mert régóta, tehát hogy régen nagyon sokat nyertek. Tehát, igen. A 124-es Fiattól elkezdve. De a Tipo is, igen. Rossz irányba beszélek, megpróbálok előre beszélni. Nem, a Tipo, Gina, aki a technika túloldalán Tipo, a Punto, az Uno, igen. A Panda, a Fiat 500-as. Ugye a Fiat 500-as tavaly majdnem nyert szintén, mert a villany 500-as az épp, hogy lemaradt a Yaris mögött. A Fiat az nagyon aktív volt egy időben, most kevés az új modell, inkább az a probléma. Igen. De egyébként a Fiat borzasztó aktív is, tehát azért azt tudni kell, hogy az évautója zsűriket azért befolyásolja az, hogy mennyire tudnak információt szerezni egy autóról, és az információ mennyire friss. Tehát az egy trükk is az autógyártók felől irányából, hogy igyekszenek az utolsó pillanatra még valami bemutatót adni, tesztautót eljuttatni a zsűritagokhoz.
Tehát, és ebben például a Fiat egy időben nagyon jó volt, sőt azt kell mondjam, hogy a mai napig nagyon jó, mert kiemelten kezeli a zsűritagokat, tehát ha például kijön egy új típussal, akkor sok esetben embargó alatt, de nagyon korán megmutatják nekik az autót, hogy ilyen lesz, olyan lesz, aztán még egyszer megmutatják, amikor már ténylegesen működik. Tehát amennyire lehet, megpróbálják azt elérni, hogy a zsűritag minél mélyebb ismereteket szerezzen az adott autóról, típusról. És a Hyundai-nek nem úgy kellett volna, hogy vár egy kicsit a két típussal, tehát hogy a Kia-t és az Ioniq 5-öt külön évben hozza ki, és akkor akár két címet is elhozhattak volna? Egyébként vicces, de ez is megtörténhetett volna végletes esetben, bár azért ez megint kicsit olyan, ami mondjuk a Volkswagen ID4 vagy ID4 és a Skoda Enyaq között is működik, hogy azért, ha a zsűritagok, vagy a zsűri egy időben, egy évben megválaszt egy autót első helyre, akkor a második évben egy nagyon hasonlót ugyanattól a gyártótól, nem biztos, hogy ugyanolyan lelkesedéssel vizsgál. Hát most márkjuk volt, mert így is meglett a Kia-nak. Igen. De nagyon sok pontot vett el tőle a Hyundai, csak nem eleget. Igen, hát ez volt az, de ez, amit ugye én valahol úgy látszik, hogy mégiscsak éreztem, hogy a Hyundai meg a Kia nagyon erős csatát fog vívni egymással, csak én azt hittem, hogy esetleg mellettük az ő farvízükön elhúz pontosabban a Renault. Ez nem történt meg, de azért elég szorosan bezárkózott, ez látszott. Én azt tanácsolnám, hogy az égéstérben még hagyjunk ebből a témából egy kis kibeszélnivalót. Úgyhogy kezdjünk el búcsúzkodni. Azt hogy kell? Igen, ezt hogy gondoltam? Köszönjük szépen a figyelmet, örülünk, hogy velünk tartottatok. Legközelebb, hogyha lesz évautója szavazás, akkor ismét találkozunk. Reméljük, akkor egy szegények által is megvehető autó fog nyerni. Mint tavaly. Vagy vártok 20 évet, és megvehető villanyautó. Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok.